Ja. Menjünk dolgozni. Most néztem reggel. Látom Attila is, Hajdú Attila is tekeri a cigarettát. Azért most ugye pont azt néztem, hogy amikor sikerült csomagba venni cigit, akkor az heti 40 font. Ez egy hónapban, az beszorzod 4-jel, akkor az 160. Ez meg kijön 40 fontból egy hónapban. Sky, believe in better. Milyen érdekes, hogy ez csak az egyik a sok közül, ami benne a fejemben. Ugye a munkahelyen folyamatosan megy a tévé. Azt, hát mondanom se kell, hogy reklámok itt is vannak. A másik, az a Jeremy Kai, sponsored by foxybingo.com. Anyádat! Vagy 5 percenként ezt hallod. És akkor utána meg... Aj, bazzeg, nem bírom kiverni a fejemből. Hát ott meg ugye... Nincs az, hogy elkapcsolok, mert nem érek rá elkapcsolni. De valami háttérzajnak mennie kell. Úgyhogy, ja. Most azon gondolkozok, hogy szél van, vagy csak simán menet szél. Tehát nem megyek én olyan gyorsan. Gyönyörködjünk a tájba. Én gyönyörködök, tájban ti meg bennem. Mit szóltok hozzá? Nem jó ötlet? Megint egy full értelmes videoblog bejegyzés lesz ez. Meg most valamiért refárad a kezem a kamera alatt. Pedig ezt nem egy nehéz kameráról van szó. Nem tudom, miért kezdek el halkabban beszélni. Köszönnek a madárkák. Honnan fúj a szél? Na szóval letelt a mai nap. Kicsit hosszú volt. Fárasztó. Alig bírok ezen a parton fölmászni. Alig várom, hogy hazaérjek, aztán letegyem a seggemet. Itt most nálunk. Nem fogjátok szerintem elhinni. Na jó van, lehet, hogy elhiszitek, 8:45 van. És annak ellenére, hogy felhős az ég, még világos van. Mindegy. Átlagos borongós idő. És még egy óra múlva is világos lesz. Ja. Hát azt kell, hogy mondjam, ez az egyik legjobb nap volt ez. Kicsit vicces. Azt is mondhatnám, hogy amolyan sírva röhögős napunk volt. Mert hogy a kollégina teljesen leamortizálta a munkahelyet, a fishbart. Ugye előhúztuk az asztalokat, és az egyik asztalban van egy kivágás. És lemezből van ugye a teteje, ezért az olyan, hogy úgy tök jól beleakad minden. Hát őnek is sikerült kétszer is. Úgyhogy első körben azért röhögtem szarrá magamat, fetrengtem a padlón, mert két kurva nagy lyuk lett a pólóján. Persze fújjál, légy szíves. Másodjára meg ugye a két asztal így össze volt rendezve. Én átfértem közöttük kényelmesen, ő nem egy vékony fajta leányzó. És ahogyan tolta azért, a
mosogatót, kitörött a lábam neki, és utána így, így állt a mosogató. Hát ez kurva jó volt. Hát utána megint egy fél órát ott röhögtünk. Aztán amikor jött egy vendég, nem, mert nem tudtam még kimenni. Meg kellett kicsit mosakodnom, mert úgy néztem ki magam. Úgy néztem ki magam, persze. Szóval úgy néztem ki, mint aki ott bőgött. Hát könnyesre röhögtem a szememet. Utána aztán volt még egy-kétszer ilyen izé. Ugye amikor csináltam a dry white-olós vizet, amivel átmossuk a chipset, akkor utána víz nélkül is eláll a chips, nem barnul be. És ugye azért egy olajban ütéshez ez nem egy hátrányos dolog, mert nincs az, hogy serceg, mint az állatok, ha beburítjuk. Aztán ugye így rángattam a izét, a slagot, azt mondja, Gáb, nem vicces, de azért ott röhög rajta. Mondom, jó, látom, mennyire nem vicces. Úgyhogy kalandos volt ez a mai nap. Egy életre kiröhögtem magam a mai napon is. De általában mindig ilyen viccesen telik. Na mindegy is. Ez csak egy ilyen gyors beszámolónak terveztem, még nem felejtem. Tovább nem is erőltetem, mert nem szeretitek a szélzagy. Na, legyetek jók és szóba tiszták, tere! Néztem Herbi videóját. Azt mondja, nem voltam tegnap aktív vlogilag. A vlogilag az az, amikor becézzük a vlogot és laggol.